Románia a második az Európai Unióban az üzemanyag drágulás tekintetében. Az EU tagállamok többségében átlagosan 6,1%-os csökkenés volt tapasztalható 2023-2024 augusztusa közötti időszakban, míg Romániában ugyanebben a periódusban 2,4%-os áremelkedést regisztráltak. A drágulás csupán két tagállamban következett be, Romániában és Írországban. A profi.ro elemzése szerint mindenre a román kormány agresszív adópolitikája a magyarázat, vagyis az, hogy a bukaresti kabinet két jövedéki adó emelést hajtott végre január 1-én és július 1-én, és ezek több mint 10%-os drágulást eredményeztek. Híradónkban korábban is beszámoltunk arról, amikor a román kormány tavaly évvégi döntése nyomán az év első napján literenként 26 és 29 banival emelkedett a gázolaj, illetve a benzin ára. Július 1-én szintén növekedtek az árak, a gázolaj literenként 40 banival, a benzin pedig 43 banival drágult. Vagyis a 2023 augusztusi 6,9 lej per liter körüli árakhoz a gázolaj 9,5%-kal, a benzin pedig 10,5%-kal drágult, ami azt jelenti, hogy jelenleg a legtöbb töltőállomáson egy liter standard benzinára 7,12 lej és egy liter gázolajára pedig 7,23 lej. Az agresszív adóemelés nélkül, mivel a kőolaj világpiaci ára csökkent az elmúlt egy évben, az üzemanyagok ára idehaza is csökkenhetett volna, a benzin 8,7, a gázolaj pedig 11%-kal. 2020 óta az üzemanyagárak rendkívül ingadozóak az EU-ban. Ezek az ingadozások a koronavírus világjárvány, a gazdaságok és a lakosság karanténba helyezésének, valamint az ukrajnai háborúnak a hatását tükrözték. 2020 májusában a benzin és a gázolaj átlagban 19,5%-kal kevesebbe kerültek, mint egy évvel korábban. 2021 novemberében azonban már 33,4%-kal drágábbak voltak, mint 2020 utolsó őszi hónapjában. A drágulás 2022 júniusában tetőzött évi 39,2%-kal.